A tengermélyi birodalom korallokból épült palotájában ünnepség készülődik. A kis hableány 15 éves lett, és jutalmul kiúszott a tenger felszínére. A hableány megment egy hajótörést szenvedett királyfit, és onnantól nem leli nyugtát tengeri otthonában. Ember szeretne lenni, a királyfi mellett akar élni. Felkeresi hát a tenger boszorkányát, hogy uszonya helyett lábat kapjon tőle. A boszorkány segít neki, ám komoly árat szab a varázslásnak. Dióhéjban ez az ősidők óta ismert legendás tengeri lény meséjének váza, a történet azonban mélyebb mondani valót is hordoz. Mi ugye a kishablány meséjét az eredeti Andersen mese alapján dolgoztuk fel. Azt hiszem és azt gondolom, hogy az aktualitása az igazából nem másban rejlik, mint a szeretetben és az elfogadásban. Én azt gondolom, hogy minden ilyen egyszerű, igen, az életben, hogy gyereknyelven átadjunk valamit, az azt gondolom, hogy nem igényel túl kacifántos gondolatmenetet, és igen, a kisablány előadásunk is e köré, a téma köré rendeződik. Az Aranyszamár Bábszínház előadása a Vízvilágnapja alkalmából plusz mondani valót is kapott, amivel bár a gyerekek talán nincsenek is tisztában, mégis legalább annyira fontos, mint a mese lényegét adó szeretet és elfogadás.